Köszöntöm a kedves nézőket az Unió mai műsorában a független magyar külpolitika létrehozásáról, megteremtéséről fogunk beszélgetni. Körülbelül 46 évig, 1944 és 1990 között nem volt önálló magyar külpolitika. Voltak ugyan kísérletek a Nagy Ferenc vezette kisgazda többségű kormányzat részéről ebben az időszakban, 1945 és 47 között, de ezek a kísérletek a szovjet megszállás árnyékába rendre kudarcot vallottak. A magyarországi kommunizmus bukása után a szabadon választott első magyar miniszterelnök, Antal József, olyan külpolitika alapjait vetette meg, amely külpolitikai alapelvek a mai napig érvényesek, és ezt a külpolitikai alapelv rendszert, ezt a rendszerváltozás óta valamennyi kormány magát, és hát többé-kevésbé betartotta, vagy próbálta gyakorlatba átültetni. Ez a koncepció abból a sajátos magyar helyzetből indul ki, hogy a trianoni békediktátum óta a nemzet a Kárpát-medencében szétdaraboltan él. A hármas prioritás néven ismert stratégiai célkitűzés taktikai okokból arra az elvre épül, abból indul ki, hogy a három célkitűzés egyformán fontos, nem lehet egyiket a másiknak alárendelni, mert ezek egymásra épülnek, illetve egymást kiegészítik. Az euróatlanti integráció, a határon túli magyarság és a jószomszédság kérdésköre az a három célkitűzés, amely alkotja ezt a újjászületett magyar külpolitikában a célrendszert, az új külpolitikai alapvetést. Antal József 1990. május 22-én a parlamentben ismertette kormányprogramját, és ennek során fejtette ki az új magyar külpolitikai alapvetést. Majd néhány nappal később, június 2-án a Magyar Demokrata Fórum harmadik országos gyűlésén egyetlen mondattal kiszabadította a határon túli magyarságot az elhallgattatásból, az eltitkolásból, az elfeledésből, a közömbösségből, és ha európai perspektívában nézzük, akkor az ismeretlenségből. Antal József akkor azt mondotta, hogy a törvény értelmében, a magyar jogrend szerint 10 millió magyar állampolgár kormányfőjeként, lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Joggal, mondta Sütő András 3,5 évvel később, Antal József ravatalá mellett 1993. december 18-án a következő mondatot. Aki őt követi, aki az ő nyomdokaiba lép, az ezután semmiképpen nem kerülheti meg őt abban, amit a határon túli magyarság érdekében cselekedett. Kedves nézőink, nézzünk meg egy néhány filmkockát ezekről a történelmi pillanatokról. Negyedik alapelvként az új kormány európai kormány lesz a szónak nem csak földrajzi értelmében. A demokrácia, a pluralizmus, a nyitottság hagyományát valljuk. Az elmúlt 40 év törést jelentett nemzetünk történelmében. Most vissza akarunk térni az európai örökséghez, de egyben mindazokhoz az újabb értékekhez is, amelyet Európa az elmúlt 40 év alatt a II. Világháború szörnyű élményei és tapasztalatai nyomán és után alkotott meg. Az európaiság másik kérdése a visszatérés a kontinens történelmileg megbontott egységébe. A kormány elkötelezi magát az európai integráció gondolatának. Külpolitikánk európai iránya azonban nem áll ellentétben a széles értelemben vett
atlanti együttműködés gondolatával, az Egyesült Államok és Kanada, valamint Európa két világháborúban bizonyított egymásra utaltságának és együttműködési kényszerének. Kisebbségi politikánk fő célja az emberi jogok és ezeken belül a kisebbségek jogainak érvényre juttatása határainkon kívül és határainkon belül egyaránt. Tekintettel arra, hogy a magyarság egyharmada határainkon kívül él, a magyar államnak különleges felelőssége a magyar nemzet, mint kulturális és etnikai közösség megmaradásának támogatása mindenütt. Ezért állunk ki a fennálló nemzetközi szerződések tiszteletben tartásával, azok szellemében a határainkon kívül élő magyar közösségek önrendelkezési jogainak megtartása mellett. Ez ad erőt, és az, hogyha valóban azok a külföldön élő magyarok, akiknek itt ülnek a képviselőik, akik azt mondják, hogy a kormány vezetése alatt újra saját hazájuknak érzik Magyarországot, és nem csak a hazát, hanem ezt az államot is vállalják. Ez ad erőt. Törvényes értelemben a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a 10 milliós országnak a kormányfőjeként lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Köszöntöm a stúdióban Jeszenszky Géza, volt külügyminisztert, országgyűlési képviselőt, igen, nagykövetet, washingtoni nagykövetet, hogy nehogy kihagyjak valamit a felsorolásból. És hát volt és tanár, azt is mondhatnánk. És tanárt is, egyetemi tanárt, és a Magyar Demokrata Fórum alapító tagját. Jeszenszky Géza Antal József mellett meghatározó, fontos szerepet töltött be az új magyar külpolitika megteremtésében, kialakításában és gyakorlásában. Azt szeretném kérdezni, Géza, és ha megengedik, közvetlenül szólítlak, hiszen természetes. Hát több mint másfél évtizede együtt dolgozunk a külpolitikában, meg a politikában. Azt kérdezném, hogy ez az új magyar külpolitika milyen nemzetközi visszhangot váltott ki? Ugye az én alapvető hivatásom, szakmám a történelem, és azzal kell azért kezdeni, hogy persze nem a spanyol viaszt találta fel Antal József. Ez a magyar történelemből, földrajzi, mondhatnánk geopolitikai beágyazottságunkból fakad. Magyarország sorsát mindig jelentősen meghatározták, sokszor nagyon kárunkra a nagyhatalmak, a közeli és távolabbi nagyhatalmak megszállták, felosztották az országot, és hát a szomszédok jó vagy rosszabb szomszédok. És Trianon óta valóban ugye hát megkerülhetetlen kérdés a magyar nemzet jó egyharmada, amely határon kívül rekedt, számára Magyarország külföldé vált. Persze a külföld számára Magyarország csak egy a sok kisebb európai ország közül, bár azt is meg kell mondani, hogy 90 óta ez is változott. De most maradjunk annál, hogy hogyan is kezdődött, hogyan fogadta a világ, és hát főleg Európa az új Magyarországot. Most emlékeztünk meg világszerte a szolidaritás születésnapjáról, Danskról és a lengyel változásokról. Én is részt vettem ezzel az ünnepségen, és miközben felemelő volt, de szomorúan kellett megállapítani, hogy nem csak a lengyelek helyezik előtérbe érthető módon a maguk úttörő szerepét, hanem Magyarország szerepe feledésben merülőben van. Talán az 56-os forradalom jövő évi évfordulója erre alkalmas lehet, hogy ezen változtassunk. 1989-90-ben nem ez volt. Az egész világ Magyarországtól volt hangos, ugye hát itt volt Nagy Imre temetése, ahol az egész világ sajtó jelen volt, és emlékszem, hogy
egy angol nagykövet egy októberi beszélgetésen, vacsorán mondta, hogy ma volt az első nap, hogy nem kellett valami szenzációt jelentenem Budapestről. Hát tavaszra a szabad választások, itt is az első volt a térségben, még mindig csak azt hozták, hogy hát Magyarországon a rendszerváltozás most már teljes. Én igazán nagyon szeretem a lengyeleket, de lengyeleknél 89-ben csak egy fél szabad választás volt. Így van. Tehát Magyarországon alakult meg az első tiszta, demokratikus választás révén kormány, amely nekem volt egyetlen, volt kommunista pártbeli tagja sem. Na most a világ szinte el se akarta hinni, még akkor sem, hogy ez történt, úgyhogy az első bemutatkozásokkor arra voltak kíváncsiak, hogy mi komolyan gondoljuk-e, hogy mi függetlenek leszünk a Szovjetuniótól, hogy mi visszatérünk a piacgazdaságra, magánosítunk, és hogy pláne, hogy a nyugathoz akarunk csatlakozni. A lelkesedés őszinte volt, efelől nincs kétségem, az a dübörgő taps, ami az embernek még ma is fülébe visszhangzik, és hát nyilván te is, mint a külügybizottság akkori alelnöke, ezzel találkoztál. És akkor még azt is gondoltuk, hogy ez a, hogy úgy mondjam, szerelem, ez viszonzott szerelem lesz, az a szerelem, amit mi mindig éreztünk a nyugati világ iránt, a fejlett kultúrák iránt. Tehát ezzel együtt azt kellett bebizonyítanunk, hogy Magyarország valóban megindul azon az úton, ami a nyugati integrációban már megvalósult, tehát a akkor nevén inkább közös piac és a NATO felé. Ez olyan távolinak tűnt még, hiszen akkor még a Varsói Szerződés tagjai voltunk, Magyarországon 30 ezernél több szovjet katona állomásozott, úgyhogy a NATO tagság gondolatban már réges-rég benne volt a fejünkben. Én Antalnak egyébként ugye tanítványa voltam középiskolától, unokahúgát elvettem feleségül, úgyhogy családi kapcsolatok révén a gondolkodásomban nyilván nagyban befolyásolta, és hát ismertük egymás koncepcióját. De a cél, amit a kormányprogram is tartalmazott, valóban az, hogy egy hatalmas orientációváltás, a ránk erőltetett keleti orientáció helyett egy nyugati orientációt kell megvalósítani. Hát pontosan ez az első pillér, illetve hát nem teszünk különbséget a pillérek között, a euróatlanti integráció, a három lábon álló célrendszer, így van. Ennek ugye az egyik lába az euróatlanti integráció, és ehhez valóban orientációváltásra volt szükség. Na most ez nem akármilyen módon zajlott le. Én azt hiszem, hogy példanélkül áll, és történelmi kuriózum, ahogy Antal József egyszerre két falat döntött le ebben a kérdésben, ugye ahhoz, hogy nyugati csatlakozást előkészítsük, ahhoz föl kell számolni a ránk erőltetett kényszer kapcsolatrendszert, a Varsói Szerződést és a KGST-t. Na most itt, és erről szeretném, hogyha miniszter úr néhány szót szólná, mert ez tényleg nem biztos, hogy mindenki ismeri, és nagyon-nagyon fontos lépés volt, meghatározó lépés volt, nem csak magyar szempontból, egész térség vonatkozásában, mert Antal Józsefnek le kellett bontani a szovjet falat, az ellenállás falát, és le kellett bontani a barátaink falát is, a félelem falát, hiszen Valenza és Havel vezette lengyel és csehszlovák küldöttség félt a szovjet reakciótól, mert a szovjetek a Varsói Szerződést ugye nem felszámolni akarták, hanem megreformálni, esetleg úgy felszámolni, hogy utódszervezetet létrehozni egyidejűleg. Nos, a mi elképzelésünk az volt, hogy azonnal és utódszervezet nélkül. Hogy vitte végig Antal József ezt a bravúros cselekedetet, tettet, hogy ledöntött minden falat, és a magyar elképzelés vált valóra, és méghozzá gyorsan meg is történt. Igen, hát erre az angol azt mondja, hogy easier said than done, hogy könnyebb szavakat mondani, mint megcsinálni valamit. Tehát a Magyarország gyűlés valóban határozatot hozott már a szabad választások után a Varsói Szerződés felmondásáról, de hát ez egy nemzetközi szerződés, annak jogi keretei vannak. De nem csak arról van szó, hogy a legnehezebbet megoldani valahogy, hogy a Szovjetuniónak, ha lehet a beleegyezésével, ha nem, akkor pedig egyoldalú lépéssel felszámolva, felmondva a Varsói Szerződésbeli tagságunkat kilépjünk, hanem valóban úgy volt, hogy ugye a lengyelek, akkor még nem Valenza volt az elnök, de hát persze egyik meghatározója volt az akkori lengyel vezetésnek. Ugye a lengyeleknek két félelme volt, a németektől féltek és az oroszoktól. És hát miután Lengyelország határait
végül is békeszerződés Németországgal szemben nem garantálta, tehát a változó helyzetben is ők még azt gondolták akkor 90-ben, hogy a Varsói szerződésnek van bizonyos funkciója. Na most, ami talán még meglepőbb, és az őszintén szóval minket is meglepett, a nyugati hatalmak, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, ezek alig győztek minket visszafogni. Nem azt mondták, hogy ne számoljuk fel a Varsói szerződést, de az, hogy ne siessünk. Ugyanis ők féltették Gorbacsovot, ő benne bíztak, és féltek, hogy egy olyan visszarendeződés következhet, ami miatt föllángol a hidegháború, jó, rosszabb lesz az Szovjetunió pozíciója, de újra kezdődik a harc. Tehát ezért is azt a pillanatot kellett megérezni, hogy itt lehet cselekedni, és hát ezt a dráma itt, hogy eseménysorozatot, hát Fürth Lajos, aki hadügyminiszterként, honvédelmi miniszterként ott volt Moszkvában, a Varsói szerződés utolsónak bizonyult vezető politikai testületének tanácskozásán. Én nem voltam ott személyesen, mert én akkor Párizsban és Londonban mondtam el tulajdonképpen ugyanazt a célt, amit Antal ott Moszkvában, az oroszlán barlangban mondott el. De a lényeg az, hogy volt bizonyos csel is ebben, egy olyan csel, hogy a szakemberek, az előkészítők, figyelembe véve a Szovjetunió vonakodását és az említett szomszédoknak is a vonakodását, tulajdonképpen a Varsói szerződés modernizálódását, demokratizálódását készítették elő. A magyar javaslat, persze hivatalos magyar kormány javaslata az volt, hogy a felszámolásig menő reformot, de ezt nem tudtuk elfogadtatni a tanácskozás előtt, és ugye Antal József azt a trükköt követte el, hogy amikor éppen rajta volt a soros elnökség, amikor a napirendet megállapították, akkor ő azt a napirendi javaslatot terjesztette elő, amit mi akartunk, tehát a Varsói szerződés gyökeres felülvizsgálata, esetleg felszámolása, és a többi jelenlevő megdöbbenésére a valószínűleg ezt vagy észrevevő, vagy nem figyelő Gorbacsov, hát rutinszerűen, vagy megfontolásból, de rábólintott, harasó, úgyhogy így már egy egész más napirendel kezdtük. Harasó, ez bekerült a történelembe, hiszen az ismereteink szerint Gorbacsov ugye döbben csend fogadta a Antal József előterjesztését, ami határozottan a felszámolásra irányult, és ezt a döbben csendet törte meg a Harasó, és átment, ezután, és elfogadták. Igen, hát ugye ez persze ez volt 90 júniusában, de még akkor sem lehetett tudni azt, hogy alig egy év telik el, és a Varsói szerződést formálisan is felszámolják szovjet beleegyezéssel. Ugye ennek volt még egy etapja, hogy előbb a katonai szerződést számoltuk föl, ezt itt Budapesten írtuk alá Fürth Lajossal együtt, ezt egy képpel is tudjuk illusztrálni, és miután a katonai szerződés megszűnt, nem volt realitás, hogy valamiféle politikai konzultációs mechanizmus megmaradjon. Ekkor már, sőt, tulajdonképpen 90 végétől már nem csak a lengyelek és a csehek jöttek át a magyar álláspontot támogatni, hanem a bolgárok és a románok is. És így a szovjet vezetés belátta, hogy jobb jó képet vágni a dologhoz, és 91. július 1-én aláírtuk Prágában ezt a rendkívül fontos dokumentumot. Ezek után pedig az is természetes volt, hogy a szovjet függést, gazdasági függést megtestesítő KGST, nyugati nevén ugye Comecon, ennek semmi értelme nem volt már, a szovjet gazdaság ekkor már romokban volt, mi pedig áttértünk, vagy áttérőben voltunk a normális piacgazdálkodásra, úgyhogy a Comecon, a KGST felszámolása az nem volt már ilyen drámai, de ott is azért győzködni kellett a szovjet oroszokat is, és másokat is, hogy nincs semmi értelme annak, hogy mi egy ilyen keleti, mesterséges gazdaságültetet tartsunk fönn, nekünk minden eszközzel a nyugati piacokba kell integrálódnunk. Ezt követően aztán beindult a nyugati orientáció, az euróatlanti integrációs folyamat, ugye a NATO-hoz való csatlakozás, az Európai Unióhoz, akkor még Európai Közösséghez való csatlakozás előkészítése, és hát még osztályérésző jutott a Antal kormánynak, sajnos már Antal József nélkül, ugye 94 áprilisában már Boros miniszterelnök úr vezetésével a belépési nyilatkozatnak a benyújtása, úgyhogy
ideje korán, mondták sokan, de mégis helyesen, és sok nyugati barátunk támogatásával, vagy biztatására is tettük ezt. Más barátok hazai ellenállás. Más barátok azt mondja, hogy ráérünk még arra. De az igaziak azért biztattak bennünket, mert ugye a folyamat tudtuk, hogy nem egy éves lesz, hanem több éves lesz. Ugye először 2000, aztán 2002, ugye hát tudjuk, hogy végül 2004 lett belőle az Európai Unióból, a NATO korábban. Tehát ez egy sikersorozat volt a magyar külpolitikában, az egyik pillér, az egyik célkitűzés az tulajdonképpen maradéktalanul megvalósult, és ebben nem is volt különösebben nagy vita a hazai politikai körökben sem. És csak egy mondatot tennék hozzá, hogy nem csak az európai közösségről volt szó, vagy hát a NATO akkor még egy távlati cél volt, hanem itt volt az Európa Tanács, az Európai Demokratikus Országok Közössége. Itt is Magyarország még éllovas volt. Igen. Én nem akarok lovagolni ezen a dolgon, csak a mai szomorú helyzet alapján azért mégis érdemes felidézni, hogy akkor még a világ még mindig sokat szólt Magyarországról, és volt bizonyos helyzeti előnyünk. Ez elismerte azt, hogy Magyarország tényleg egy demokratikus országgá vált, nagyon alaposan vizsgáltak bennünket, később az Európa Tanács is felhígult, úgyhogy azt is kell itt mondani egy szóval, hogy a nyugatban is azért van egy csalódás, ezt Antal József is megélte még, tehát a nyugat sokkal nagyobb lelkesedéssel, tág karokkal várta Magyarországot, de amikor nagyon sok ország jött, sok hogy úgy mondjam, szegény rokonnal találkoztak egyszerre. Megijedtek. Akkor megijedtek. Ugye a kezdetben még a FAR program az csak Lengyelországot és Magyarországot akarta támogatni, de amikor az egész kommunista tömb összeomlott, ugye a dominók eldőltek, akkor kiderült, hogy egy egész csőttömeg a nyugat nyakába szakadt. A másik két pilléről szólva, tulajdonképpen egyszerre tárgyalhatjuk a kettőt, mert ez a két kérdés annyira összefügg, és egymást feltételezi, hogy ezt nem is lehet külön kezelni. De baloldali politikusok részéről többször elhangzott a vád, hogy a jobboldal a határon túli magyarság ügyét aláveti a jószomszédi viszonynak. Nos, hát ezt a taktikai okokból megfogalmazott egyenlőséget, ezt természetesen csak addig lehet fönntartani, amíg a szomszédos országok is úgy viselkednek, hogy a pozitív európai gyakorlatot akarják beültetni a jogrendszerükbe, és a egymás mellett élés körülményeit így akarják alakítani, mert egyébként hát azért nyilvánvaló, hogy jó szomszédságról csak akkor lehet beszélni, hogyha az ott élő magyarságnak a jogai érvényesülnek, vagy legalábbis erre fogadókészség van. Szóval, hogy működött ez a két pillér az első években? Tudom, hogy sok nehézség volt, talán nincs is ideje most ezt mind felsorolni, de a leglényegesebbeket, ha kiemelni. Igen, hát ugye álszent dolog lenne arról beszélni, hogy barátok vagyunk, jó szomszédok vagyunk, amikor a testvéreinket, a határon túli magyarokat elnyomják, vagy legalábbis hát a helyzetük nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Az Antal kormánynak az volt az alapelve, a határon túli magyarokkal kapcsolatban is, hogy mi támogatjuk az ő törekvéseiket, de nem politizálunk helyettük. Tehát egyik alaptétel az volt, hogy meghallgatni őket, és amit ők kívánnak, Magyarország azt támogatja. Tehát az autonómiát nem Budapesten találtuk ki, hogy erre szükség van, vagy széleskörű nyelvi jogok, vagy a közigazgatási rendszer vegye figyelembe a magyarok letelepedési viszonyait, hanem ezt érthető módon ők kívánták. Itt is volt egy komoly csalódásunk, mert a rendszerváltozáskor a megalakuló új demokratikus kormányok azoktól azt vártuk, hogy valóban, ahogy az ellenzékben, az illegalitásban is sokszor szintén valóban támogatták a kisebbségek küzdelmét is, de sajnos kormányra kerülve nagyon keveset voltak hajlandók ebből megvalósítani és elfogadni. Tehát valójában nem Magyarország és szomszédai között volt feszültség, hanem a magyar kisebbségek, a határon túli magyar közösségek és az adott többségi nemzet között, csak ebből fakadt valamiféle közösség, vagy vita, vagy feszültség Magyarországgal. Mindesetre Antallal egyetértésben némi munkamegosztást is vállalva, én kezdettől fogva arra törekedtem, hogy bejártam a szomszéd országokat, Romániát kivéve, mert ott olyan ellenséges légkör volt a magyarokkal szemben, hogy oda nem lehetett így elmenni. De mindenütt voltam, és mindenütt találkoztam a magyar vezetőkkel. Nem csak a fővárosokba mentünk, hanem Prága mellett Pozsonyba, Belgrád mellett Zágrábba, pedig akkor még nem gondoltunk, hogy itt
egy véres háború lesz az egésznek a vége, és összekapcsoltuk ezt a két kérdést. Ezt akkor nehezebben fogadták el, fokozatosan ez változott, ezt szolgálták a szerződések is. Az volt az alapelvünk, és ezt itt muszáj még leszögezni, hogy minden szomszédunkkal kész vagyunk szerződést kötni, akik tiszteletben tartják a magyar kisebbség, vagy általában a kisebbségek jogait. Erre kész volt először a függetlenné vált Ukrajna, és a véres háborúból kikerülő Horvátország és Szlovénia. Szlovákiával és Romániával az Antal kormány nem kötött ilyen szerződést, azért, mert ők nem voltak hajlandók azokat a szükséges garanciákat megadni, amiket ott a magyarok. Viszont az Antal kormány erőfeszítéseket tett a regionális politikában, összefüggésben a határon túli magyarok ügyével, összefüggésben a szomszédsági kapcsolatokkal, például a történelmi felismerés Antal részéről, a visegrádi együttműködés létrehozása. Ezzel elét vettük a kisantantnak. Így van. Úgyhogy ez a fontos valóban, hogy mi egyszerre tudtuk nem csupán ezt a két kérdést, hanem a nyugati integrációt is, és ezzel tudtuk igazolni azt, hogy Magyarország nem egy békebontó ország, hanem egy béke stabilizáló ország. És ezt a délszláv válság ezt ott igazolta. Is markánsan igazolta a délszláv válsággal kapcsolatos tevékenységünk. Antal Józsefnek itt is komoly személyes szerep jutott a nyugati vezető hatalmak meggyőzése tekintetében, Kohl kancellár, Bush elnök, Thatcher, majd később Major meggyőzésében, hogy Szlovénia és Horvátország elismerését és a függetlenségét a balti államokhoz hasonlóan minél előbb haladéktalan tegye meg a nyugat. És hát nem kis, ugye zágrábi éveim alatt tapasztaltam, hogy a horvát közvéleményben az összes segítségnyújtás, amit nyújtottunk Horvátországnak a fegyverszállítástól kezdve a diplomáciai erőfeszítésekig, Horvátországban ez hálaérzést és nagyon jó együttérzést fejez ki a magyarok iránt. Ez alapja egy újabb magyar-horvát együttműködésnek. Igen, hát így elértük azt, hogy még a két háború között Magyarország szinte csak ellenségekkel volt körülvéve, ma szomszédaink többsége barátunk. Így van. Így van, a hét szomszéd közül többségüket barátunknak, igazi barátunknak tudhatjuk, és hát reméljük, hogy a többieket is valahogy a történelem során sikerül meggyőzni a helyes útról, arról az útról, amelyre számos európai példa van, talán nem elég, de hát Spanyolországtól, Olaszországon keresztül, Svédországig, illetőleg Finnországig a nemzeti kisebbségek megoldásának annyi pozitív példája van, hogy ebből meríteni kellene kedves szomszédainknak is, azoknak is, akik még ezt nem tették magukévá. Kedves nézőim, köszönöm szépen a figyelmüket, miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és jövő héten ugyanebben az időben folytatjuk a külpolitikai elemző háttérbeszélgetést más vendéggel, más témába. Köszönöm még egyszer a figyelmüket.